meg új évet! Sziasztok, most láttam Tóth Bettina legújabb TikTok kontentjét, amiben ugye arra panaszkodik, hogy a Fidelitáshoz sok őt így próbálják bojkottálni, zaklatni komment szekciókban, kamu profilokon. Wow! Tudjuk, mert nem csak őt érinti ez a probléma. Nem kell ehhez híresnek lenni és ismertnek lenni, hogy az ember kapjon ilyeneket. Elég egy-két fájó pontba belekérdezni, rámutatni és komoly érveket hozni. A legszánalmasabb ebben az az, hogy általában a komment szekcióban még magyarul írni sem tudnak ezek a kamu profilok, tehát hogy annyira jól csinálják, vagy nem tudom, hogy most tényleg ilyen retardáltak, vagy direkt játsszák hülyébnek magukat, de hogy így próbálják lehúzni ugye az embert a maguk szintjére, nyilván már csak ott győzhetnek. Tóth Bettinának amúgy korábban belefutottam egy-két tartalmába, nem feltétlen értettem egyet vele, de azt meg kell jegyezni, hogy mindenképpen szimpatikus volt az, hogy nem egy ilyen arcomba ordító, agresszív, megafonos, ugyanazt az egy mondatot, ugyanazt az egy témát ordítom az arcodba agresszívan, mert neked ezt szeretni kell, és neked így kell gondolkodnod. Lebukott a dollár média. Vagy dollár, vagy az euró érkezik bőségesen a többszörösen megbukott baloldali pártok szerepét átvevő portáloknak. Dollár baloldal után itt a dollár média. Egyre csak durvul a dollár média botrány. Öt kérdés Korányi Dávidhoz, a dollár baloldalhoz és a dollár médiához. A baloldali politikusok ugyanis 2022-ben is hozták az igazi balfékek szerepét. Stílusa volt, hanem tényleg beszélt a dolgokról, és hát nyilván, ha a számokat nézzük, akkor nagy kihívója ennek a megafonos, fúbazd meg, mondjad már az a külföldi nevű, valami dér, Steffi dér. Steffi dér, vagy nem tudom. Amúgy nekem egy kicsit gyanús, mert nem akarok a nevébe belekötni, nyilván olyan nevet használ, amilyet akar, és nem ezen akarok lovagolni, hogy a külföldi standard szerint használja a nevét, és úgy beszél a nemzeti értékekről, de azt azért zárójelben megjegyzem, hogy ez kicsikét nekem olyan, mint Bódi Gusztis pólóban elmenni egy Kárpátia koncertre. Nyilván nem zár ki semmit, attól függetlenül ez persze működhet, csak fura. Szóval Bettina és Dér hatalmas kihívói egymásnak, hát gondolom össze is vesztek rajta, vagy nem tudom. Baromi izgalmas a történet. Tényleg. Úristen, kilépett a Fidelitásból. Bazd meg, száz meg száz ilyen ember van amúgy. Például szerény személyem is Fidelitásos volt. Én ráadásul, kedves Hennivel ellentétben, nem akkor voltam Fidelitásos, amikor ebből haszon származott, hanem pont ellenkezőleg, mikor nem volt tanácsos Fidelitásosnak lenni. Mert hogy a Gyurcsány kormány alatt, igen. Aztán teltek múltak az évek, ugye, meglett a kétharmados győzelem, és azután egy olyan egy-másfél évvel sajnos megláttam azt a dolgot, hogy rohadtul nem számít ki van Magyarországon kormányon, mert ugyanazt fogják csinálni, ugyanazok a fő trendek, ugyanazok az irányzatok, és mindig ugyanabba az irányba tolják azt a bizonyos szekeret. Egy-két részletkérdés, ami attól függ, hogy ki van kormányon, de a fő sodor sosem változik. Ahol abba hagyta Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor ugyanazt ugyanúgy folytatta tovább. Itt nincs már eszme, nincs már cél, csak arc és marketing. Szóval igen, a Fidelitás baszogatja, mióta kilépett a Fidelitásból. Babám, itt volt Fidelitás úr. Elárulnád, mi a repeszt vártál? Egyszerre vicces és szánalmas, hogy most játsszál a megszeppent kislányt, mint aki nem is tudta, hogy ez megy a háttérben. De másik oldalról egyben áldásos is a tevékenysége. Egyrészt ugye beszél ezekről a dolgokról, bár független attól, hogy mindenki tudja, de legalább beszél róla. Másrészt ugye nekem korábban is hatalmas problémám volt, és erről is akartam egy kontentet csinálni, amíg nem csináltam. Nem emlékszem, hogy sajnos ugye az elmúlt 10 évben hangot tényleg csak az ekte kormánypártiak kapnak, és az ekte nem kormánypártiak. De soha nem kapnak figyelmet, hangot azok az emberek, akik valaha kormánypártiak voltak, de csalódtak a pártban. Azért nem kaphatnak figyelmet, igazából már ezeknek az embereknek a létezése is egy blaszfémia. Másrészt ugye ők tudnak belső kritikai dolgokat mondani,
olyanokról, amikről hát ma Magyarországon sajnos az úgynevezett ellenzék nem töri magát, hogy oda tegye a kérdéseket, és hát ez ugye nem jó a kormánypártnak, mert rá tudnak mutatni a hibákra, rá tudnak mutatni a dolgokra és módszerekre, amiket használ a kormány, és nem jó az ellenzéknek sem, mert ezek mellett, az emberek mellett látszik, hogy milyen töketlen és inkompetens az ellenzékünk. És ezek miatt mondom azt, hogy egyszerre vicces és szánalmas egy kicsit, hogy úristen, kérem a figyelmet, kiléptem a Fidelitásból, húha, hordozzatok pajzson, meg ugye Telex is arról ír, hogy két ilyen esetről tudunk. Azért az meg, mert buták vagytok. Ilyen meg, hogy játsza, mintha nem tudná, hogy amúgy ilyen dolgok mennek a háttérben, mintha nem lett volna Fidelitásos. Egyik oldalról kicsit vicces, kicsit szánalmas, de másik oldalt építő jellegű, szerintem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Boldog új évet!